Az adventi vásárok kedvelt csemegéje a kürtös kalács, melyet 2015-ben Hungari nyilvánítottak. És hogy mi is a sikere ennek a güzögő csemegének, arról fogunk beszélgetni Korolowski Norbert, és sok szeretettel köszöntünk itt nálunk. Köszön Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntünk. Na, a, nehéz ilyenkor beszélni, mert hogy itt van előttünk is a finom kürtös kalács, de hogy mi a a hagyományos kalács titka, ugye nagyon sok félét lehet, én jártam a nyáron Prágába, ott is ugye gyakorlatilag minden sarkon lehet kapni másféléket, töltötteket, de hogy mi az igazi kürtöskalásnak a titka? Én már nagyon sokféleképpen és sok helyzetben kellett megmagyarázzam azt, hogy mi az igazi uh -huh. titka, talán azt gondolom, hogy a legfontosabb a kelesztés. Ez rengeteg időt vesz igénybe, ezt a hölgyek talán lehet jobban tudják, mint általában az urak, engem persze kivéve, de valójában a kelesztés szerintem, mert ez rengeteg idő kell. Akár sokszor órákon keleszt keresztül kelesztjük a tésztát, és a jól kelesztett tészta szerintem az a lelke. A jó, az eredeti igaz, kürtös igaz, kalácsnak. kalácsnak. Mert mindenféle ízben lehet kóstolni, akár oreós, akár forralt borosna, de melyik az igazán hagyományos ízek? Hát ma ezt úgy hívjuk, hogy vaníliás, hívják ezt natúrnak, simának. Ugye eredendően nagyon egyszerű termékként, ugye emlékszünk vissza a tatárjárás idejéből, eredeztetjük ugye a terméket, és a legegyszerűbbnek, és a legjobbnak, a, legeredet, a legeredetibbnek a vaníliásat. Gondolom, és azt hát szerintem mindenki egyébként még mai napig is a legkedveltebb az összes kalács közül, bár rengeteg újdonság jelenik meg, de kétségtelen az egyik olyan, ami viszi a prime. A favorit. Ugye nálatok a kürtös kalácsok azok faszénen készülnek, ugye ez adja az egyediségét annak a finom csemegének, amit ti készítetek. Nekem ma is volt alkalmam szembesülni azzal, hogy milyen különleges és szerencsés helyzetben vagyunk, hogy olyan parázson, olyan faszénen dolgozhatunk, amin mi tehetjük ezt meg, és valóban a mikolácsunk csak és kizárólag parázson készül, méghozzá egy szenzációs parázson, természetesen Erdéből származik a, a parázs is, vagyis a szén, szénformájába érkezik, ugye be, majd egy parázsat készítünk belőle, és hát az összes kalácsunk természetesen ezzel a szenzációs. Szép a hangja, szép a színe, szép az állaga, gyönyörű parázsunk készül. És ad egy különleges ízt van, gyakorlatilag. Ívan. És ha már ízek, miként ő, találod ki az új ízeket? Hát képzeljétek el, ugye nagyon sokat vagyunk a vendégeink között, és ugye tényleg az ország minden pontján ö, sütünk. Hozzáteszem, hogy a lehető legtöbbet, a legtöbbet messze menjükig Egerben készítünk kalácsot a strandtól, a, a Szépasszonyvölgyen át a váron keresztül. És ugye mindig halljuk a különböző impulzusokat tőletek a vendégektől, hogy ö, Extrémebb dolgokat is tudtok javasolni, és évközben ezeket mindig szépen gyűjtögetjük. Van, amit csak úgy beengedünk, de a legtöbbet azért jegyzeteljük, és így évközben azért érlelődnek ezek a dolgok, inspirálódunk folyamatosan, és ez az inspirálódás olykor a tettek szintjére szokott lépni. Olyannyira a tettek szintjére szokott lépni, ugye, hogy már tavaly az advent idején itt Egerben három újfajta ízvilággal rendelkezik, Jaj, de szépen mondtam, rendelkező kürtös kalácsot mutathatok be, idén sem lesz ez másként. Én arra lennék elsősorban, vagy először kíváncsi, hogy mekkora sikere volt tavaly az újdonságoknak. Elképesztő sikerrel indult az első éve a Magyarország Adventi Kalácsa programnak, ennek az okán is gondoltuk azt, hogy ezt most megismételjük, és még nagyobb energiákkal beledolgozzuk azt, ami jött hozzánk az elmúlt évben, tavaly óta. Aha. Pontosan egy évig gyűjtökedtük ezeket a sok ötleteket. És pontosan mikor harangozzátok be a három új ízt? Szombaton, most szombaton, este 7 órakor az Eger Advent színpadán fogjuk beharangozni, és be is mutatjuk minden apró ízében, illatában, formájában. Na, akkor egy kicsit beszéljünk arról, amit az előbb is már mondtál, és kicsit pedzegettük, hogy mindig inspirálnak benneteket a vásárlók különböző ötletekkel. Melyik volt a legextrémebb ötlet, amit kaptatok valaha, hogy milyen kürtös kalácsot készítsetek? Több, több ilyen extrémitásba hajló ö, dolog van. Van egy mindenki által jól ismert uh, mogyorókrém, amit uh, most itt Igen. nevén ne nevezzünk, de mindenki gondol. Nekünk sokáig ez volt az, amit uh, például mi szakmailag, gasztrómilag nem tudtunk uh, elképzelni. De az idén volt szerencsénk Sziciliában kalácsot sütni így ősszel, és olyan népszerűségnek örvendett, például pisztáciával karöltve, amire azt gondoltuk, hogy idén mi is. Uh, mi is meg fogjuk ezt próbálni. Ugyan extrém, de, de tíz év után eljutottunk arra a pontra, hogy na most akkor itt az ideje, hogy Magyarországon is ezt uh, meglépjük. És természetesen a, tényleg a kolbászostól, a pálinkáson át mindenféle extrém, uh, és talán nem is annyira a tésztához és a kalácshoz uh, szorosan illeszkedő ötlet, de de ezekből általában azért, ha egy kicsit igazítani is kell rajta, szoktunk velük azért foglalkozni. Mindig azt szoktam mondani, hogy az ötlet az úgy jó, ahogy megszületik, de majd egy kicsit igazítunk rajta. Ami nagyon érdekes, hogy nem csak az édes szájúaknak kedveztek, hanem vannak sós finomságjaitok is, egy néhányat, hogyha megemlítenél. Igen. Most már jó néhány éve eltelt, amikor bevezettük az első ilyen kalácsainkat. Például a sajtos kalácsunk az háromfajta sajtból készül, a sonkás kalácsunk vagy a tepertős kalácsunk, ezek már-már azért igen komoly népszerűségnek örvendenek, és ezek most is lesznek egyébként az adventen is. Hát Norbi, akkor ugye szombattól gyakorlatilag az új ízekkel is találkozhatnak. Spoilerezzünk, vagy legyen meglepetés? Kicsit a hangulatát azért megadhatjuk. És azt meg kell mondjam, hogy olyanokkal találkozhatnak az állandó választékon kívül, mint a karamell, egy különleges fűszerkeverék, vagy a megynek és a máknak egy olyan újra gondolt megnyilvánulása, ami még engem is levette a lábamról, pedig én már azért egy pár kalácsot láttam. Hát ezek mind meg fognak jelenni a, hétvégén, a hétvégétől és a hétvégén. Még azt árul, de kérlek, hogy idén neked melyik a kedvenced? Idén én a mandulás, a pirított mandulásra szavaztam már többször, de, de a sós választékból én nagyon szeretem a sajtosat, és egyre inkább úgy érzem, hogy ez hát lehet, hogy a koromból, vagy nem tudom miből fakad, de úgy hajlok a sós irány felé. De forralt borral szerintem a mandulás az egy tökéletes választás itt Egerben is. Hát akkor szombattól az új ízekkel felvértezve, kiegészülve, kóstolják meg a kürtős kalácsot, a különböző kürtős kalácsokat Egerben. Norbi, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és bemutathattuk egy kicsit azt. és várunk mindenkit Egerbe. Köszönjük, köszönjük szépen. szépen.